A programnak a megnyitása után ezzel a felülettel találkozhatunk. Alapvetően négy részre osztja a képernyőt. Az úgynevezett algebrai ablak mellett a rajzlap található, és e kettő fölött találhatjuk a szokásos menüsort, illetve alatta az úgynevezett eszköztárat. Legalul található egy olyan, hogy parancsor, ezt a későbbiekben használni fogjuk, az ehhez segítséget majd ezzel az ikonnal fogunk tudni kérni a programtól. Először akkor tekintsük végig, hogy mit takarnak ezek a bizonyos menük, illetve az alatta lévő eszköztárak. A File menüpont alatt a szokásos dolgokat láthatjuk, mint minden más programban tudunk új fájlt nyitni, el tudjuk menteni a munkánkat, illetve ez a program lehetőséget ad nekünk arra, hogy exportáljuk a rajzlapot akár képként, akár animált GIF-ként, illetve további más lehetőség is vannak, ez azonban minket most nem érdekel. Szerkesztésre kattintva a visszavonás és a újra lehetőség mellett rajzlapot vágólapra tudjuk másolni, illetve a rajzlapra képet tudunk beszúrni. A nézet menüpont jóval több dolgot tartalmaz. Jelen pillanatban három ablak nyitott, az algebra ablak, a rajzlap, illetve a parancsor, és emellett tudunk további ablakokat nyitni, így például felvehetjük a virtuális billentyűzetet, már erre azt gondolom most igazán nincsen szükség. A beállítások menüpont alatt tulajdonképpen olyan lehetőségek vannak, amihez nem kell hozzányúlni. Kerekítés program beállítása szerint 2/10-es jegyre történik, ez számunkra tökéletesen megfelel. Feliratozás automatikus, rendben van, betűméret 12-es, nem kell változtatni, nyelvet nyilván nem fogjuk megváltoztatni, de ez a haladó menüpont alatt további lehetőségek vannak a beállításra, amelyeket egyébként későbbiekre el is tudjuk menteni. Az eszköz menüpont alatt az eszköztárat tudjuk testre szabni, illetve új eszközt tudunk felvenni. Ablak semmi más nem tartalmaz, mint az új ablaknak a nyitását, és végül a sugó menüpont alatt oktató anyagokhoz tudunk hozzájutni, a használatmutatót tudjuk böngészni, illetve hiba jelentést tudunk küldeni a fejlesztők számára, amennyiben találunk ilyet. Megjegyzem, én már találtam egyet. Jó, ezek után akkor gyorsan nézzük végig az eszköztárat, tehát magyarul, hogy mik rejlenek az ikonok alatt. Az első az a mozgatásnak a lehetőségét adja, a következő pedig a pontnak a felrajzolását a rajzlapra. Erre a kis nyilacskára rákattintva különfajta lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre. Emellett az egyenesnek, a szakasznak, a félegyenesnek, a törött vonalnak, illetve a számunkra most elsősorban érdekes vektornak a felvételére van lehetőség. A mellette lévő ikon merőleges egyenesnek, párhuzamos egyenesnek, szakaszfelezőnek, szögfelezőnek a felvételére ad lehetőséget, illetve egy körhöz külső pontból rajzolt érintőknek a felvételre is lehetőség van. Jó, a következő ikon a sokszögnek, szabályos sokszögnek a felvételére ad lehetőséget. A merev sokszöget, vagy a vektor poligon a számunkra most nem érdekes. Emellett található a körnek a felvétele, illetve a köríveknek a rajzolásának a lehetősége. Majd mellette találhatjuk az úgynevezett kubszeleteket, az ellipszis, a hiperbola, illetve a parabola. Ez idén kiegészítő anyagként szerepelni fog. A kúpszeletek mellett vehető fel a következő ikonra kattintva a szögek, illetve itt tudunk adott távolságot, centiméterben nézve távolságot, illetve területet felvenni a rajzlapra, valamint a meredekséget tudunk definiálni, amely későbbiekben az egyenesnél lesz szükség. Mellette a geometriai transformációk közül a tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, az inverzió, a pontkörű forgatás, az eltolás, illetve a centrális nyújtást láthatjuk. Ezek közül az inverzió, illetve a centrális nyújtás az említés szinten tavaly már volt. A rajzlapra a szöveget írhatunk, az, hogy ez milyen legyen, itt tudjuk beállítani, illetve itt van lehetőség arra, hogy mindent virtuális ceruzával tudjunk a rajzlapra rajzolni. A szöveg mellett lévő kis ikonra kattintva találhatjuk
a csúszkát, amit gyakran fogunk használni, ez egy nagyon jó megoldása a programnak, és hát végezetül a rajzlappal tudunk különféle műveleteket végezni, mozgatni tudjuk, nagyítani, kicsinyíteni, a felvett alakzatokat el tudjuk rejteni, illetve akár a törléssel az egész munkákat tudjuk törölni. Jó, tehát ennyit arról, hogy a programnak a felépítése milyen, és akkor a következő videóban a vektorokról lesz szó.